sváb táncot mutattak be napkori fiatalok a konferencia elején. A településen 100 német nemzetiségű él, akik folyamatosan szerveznek kulturális és vallási programokat. Most van jó pár olyan ember, akik fontosnak tartják ezt a nemzeti identitást, hovatartozást, úgyhogy úgy a kultúrában, mint a vallásban, illetve egyéb civil rendezvényeken azt gondolom, hogy szép számmal vesznek részt, és próbálják belevinni azt a kis pluszt, azt a kis különbséget, amit az ő német identitásuk jelent. Ez egy példát mondok, például a Római Katolikus Egyházzal, illetve a többi történelmi egyházzal közösen zarándokatot szoktak szervezni minden évben Mária Pócsra, illetve sok olyan közéleti fórumot tartanak, ahol nevesebb előadókat hívnak. A konferencián Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye identitásához szervesen kapcsolódnak az itt élő nemzetiségek. Közösségeiket ezért támogatja a megyei önkormányzat. A megyei önkormányzat mind anyagilag, bár ugye nem tudunk olyan hatalmas összegeket áldozni sajnos, amennyit szeretnénk, de anyagilag is igyekszünk támogatni őket, és természetesen azokban a pályázatokban, amelyekben ők elképzeléseiket szeretnék megvalósítani, igyekszünk segítséget nyújtani, akár szakmai, akár elkölcsi segítséget, úgyhogy a megyei önkormányzat úgy gondolom, hogy a nemzetiségek létét valóban figyelemmel kíséri, és áldoz is azért, hogy tudják segíteni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye identitásának erősítését. Ritter Imre 2014 óta német nemzetiségi szószóló az országgyűlésben. A tanácskozáson azt mondta, jelentősen nőtt az elismertségük az elmúlt 7-8 évben. A parlamenti képviseletnek a 8 évvel ezelőtti biztosítása az túlzás nélkül lehet mondani, hogy egy új időszámítás kezdetét jelenti a magyarországi őshonos nemzetiségeknek, hiszen ha csak azt nézzük, hogy a 2014-es 4 milliárd forintot, ami 14 éven keresztül változatlan volt, be volt betonozva, azt 7,5 év alatt több mint 22 milliárdra, közel 6-szorosára tudtuk emelni. Ha azt nézzük, hogy a 7 év alatt beadtunk 15 törvénymódosítást, amit kifejezetten a Nemzetiségek Bizottsága nyújtott be, az utolsó ciklusban személy szerint írtam őket alá, közel 300 kapcsolódó törvénymódosítás, hogy menet közben a 7 év alatt átvettük közel 100 köznevelési intézménynek, nem csak a fenntartói, hanem a tulajdonjogát is az épület építményállománynak, akkor azt gondolom, ezek olyan léptékű előrelépések, amire 10 évvel ezelőtt, ha valaki ezt mondta volna, valószínűleg azt mondtuk volna neki, hogy menj haza, aludd ki magad egy kicsit, és majd holnap beszélünk róla. Negyedik alkalommal rendeztek nemzetközi nemzetiségi konferenciát napkoron. A tanácskozáson az eddigi eredmények mellett készültek a jövő évi parlamenti választásokra is.